Fekete folyón keltem át, fekete folyó énekel, csillagtalan az éjszakán, mondjátok merre térjek el. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Lanu. Most vagyunk először Pécsen, és egy új lemezt hoztunk nektek, a címe pedig Erdeim. Az első dalunk, a Fekete Folyó, ez igazából a Covid időszakról szólt. Nekem nem volt könnyű, nem tudom, ti hogy vagytok. És a következő dal pedig egy elég különleges dal nekünk, mert két barátunkról írtam a szöveget, akik egy nagyon nehéz élethelyzeten mentek át, és ezt is kiállta a szerelmük, úgyhogy van egy ilyen mélyebb jelentése, ez pedig a Táncol az éj. Elszöktél,
Mint holdfény a lombok alatt most vársz, mint őz a csendes éjjé erdőn jársz. Volt idő, te meg én itt látsz. Volt időnk, te meg én, de elmentél, és kött akarja az út végét, és szállsz, és kegyelem a vágy. Köszönjük szépen!
Köszönjük. Most jön ez a dal, amiben a Dávid a paripát mindig úgy mondja, hogy piripa. Most már nem kell aggódnod. Most már mindenki tudja, úgyhogy most már nem kell félni. Pedig elmúlt 3 éves. De most legalább jobban fognak figyelni, mikor van az a pont. Annyit mondok erről az előző dalról, hogy egy meséhez íródott ez a dal, azért Run for the Sun a szövege, mert én nagyon szeretem a tündérmeséket, meg mindenféle mesét, és néha megihletnek, lesz még ma egy ilyen dalunk. És ebben a mesében a főhős, ha nem ismeritek, ismerjétek meg ezt a mesét, a főhős szarvas hátra ül, hogy megtalálja az elveszett napot, egy olyan országban, ahol 3000 éves sötétség uralkodik, elég aktuális szerintem. Úgyhogy folytassuk is egy népdallal, ami a szerelemről szól, a címe Kerka. A kerkán, jövő év
come, come, don't fall behind. Oh, I've been watching you, dear, as you stumble and fall, how you handle the pain. And I've been loving you, dear, since the beginning. Köszönjük szépen! Most egy olyan dal következik, amit a testvéremnek írtam. Az a cím, hogy Madaram száj. És ha elmegy a hangom, akkor bocsi, meg vagyok fázva. Igyekszem. Madaram száj, túl a kék vizen.
Jaj. Így is szép. Mostantól ének nélkül játsszuk a dalokat. Ez nagyon szép lesz. Már érkezik a pálinkám, úgy hallom. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Az az igazság, hogy három hete meg vagyok nagyon fázva, de gondoltam, hogy ma már jól vagyok, de sajnos a hangszálaim nem úgy látszik, hogy nem ezt gondolják, de én nem állok meg. Úgyhogy ha kimarad néhány verszak, nézzétek el nekem. Köszönöm már szépen. Már érkezik a gyógypálinka. Köszi, köszi. Minden dal után pálinka. Meg a lemez fennvonám az interneten, Ugye kocintotok velem, ez nem egy show elem, hanem valóban megiszom. Köszönöm, egészség. Igen. A pankok sose halnak meg ilyesmi. Szóval, hogyha nagyon, nagyon rossz lesz, akkor berakjuk a lemezt. Na, jön a lemez címadó dala, az Erdeim. Ülten, szinte már fáj a fény.
Köszi. Reméljük, hogy túljutottunk ezen az erdőn is. És hát folytatjuk ebben a hangulatban. Most a Fókatündér meséjéhez tartozó dal következik. Most nem mesélem el a Fókatündért, de az én nagyon, hát egy nagyon durva mese. Olvassátok el. Két mondatban mondjam el. Mondjam el a Fókatündér meséjét? Jó, de nem mondom el nagyon hosszan. Az a lényege a mesének. Egy hideg tájon. Ilyen sziklás tengerpart, hideg tenger, és van egy halász, aki nagyon magányos, egy férfi. És egyik este, amikor hazatér a kunyhója felé, éppen halászatból, akkor nevetést hall meg ilyen hangokat, és oda megy a sziklához, ami a tenger felé nyúlik, és gyönyörű nőket lát táncolni, akik ott énekelnek, táncolnak, és megbabonázza a látvány, és rájön, hogy fókatündéreket lát, akik egyébként, amikor a tengerből kijönnek, akkor ilyen gyönyörű nőkké változnak, de amikor bemennek a tengerbe, akkor fókák. És ezt sok északi nép meséli egyébként, ezt a legendát. És az egyiküknek ellopja a bőrét, és a többiek elmenekülnek, de az az egy ott marad, hiszen nem tud visszaváltozni fókává. És a férfi megkéri, hogy legyen a felesége, és bár a lány igazából nem akar a felesége lenni, hiszen a tengerhez tartozik, de hát hozzámegy, hisz mit tehetne. És az évek alatt együtt élnek, megszeretik egymást, gyerekeik születnek, akiknek úszóhártyás lábacskáik vannak, és viszonylagos békében élnek egymás mellett, nagyon szeretik a gyerekeiket, de hát a fókabőr az mégiscsak fókabőr, és az asszony azért boldogtalan valahol. És az egyik nap az egyik gyermeke általában ebben a történetben egyszer csak odahozza neki a fókabőrt, hogy megtalálta. Úgyhogy már eltelt 7 év vagy 13 év, és hát képzelhetitek azt az érzést, hogy ennyi év után nézel ki az ablakon, a tengert lesed, és akkor egyszer csak visszaadják a fókabőrödet. És a történetek különbözőképpen végződnek, de általában, vagyis mindig az a közös, hogy a nő elbúcsúzik a gyerekeitől, lemegy a tengerpartra, leveti a ruháit, felveszi a fókabőrt, és eltűnik a tengerben. És rendszeresen látják a gyerekeket a tengerparton, akik találkoznak egy hatalmas, gyönyörű ezüstszínű fókával, és beszélgetnek vele, és úgy tartják, hogy ez a fóka egy fóka szellem, aki szerencsét hoz. Úgyhogy sokféle változata van ennek a történetnek, de most ilyen félig meséltem el. Köszönöm, hogy meghallgattátok. Thank you.
Köszi, köszönjük szépen. Lehet kitalálunk majd valamit ezt most. Együtt, fók a hang. Vagy valami. Igen, köszönöm szépen. Nagyon jó. Csodálatos. Bocs. És a fődíj, aki tudja az órán táncoltatni a labdát. Azt kap egy hal konzervet. Igen. Nagyon szépen köszönjük ezt az odaadó figyelmet, tök jól esik. Hisz még így zenekarilag itt nem voltunk, és a következő dal akkor született, amikor tavaly nyáron nagyjából volt ilyen 45 fok, azt hiszem, és épp kiszáradtak a tavak, meg már a Hortobágy égett, meg nem tudom, és engem ez tökre megérintett, mert egyébként, ez még eszembe se jutott, de hogy én meg teljesen kiégtem tavaly nyáron, és milyen szép ez a párhuzam. És szóval megérintett engem az, hogy már nagyon látható jelei vannak körülöttünk annak, hogy nem annyira jó az irány, amiben megyünk így együtt mindannyian. És így született ez a dal, aminek az a címe, hogy Ragyog, ami egy kicsit egy ilyen vidám, posztapokaliptikus folk. Köszönöm.
Köszönjük! Nagyon szépen köszönjük! Szeretném vendégünket színpadra szólítani, Takács Noémi, Noémi úr. Számomra különleges dallal fogjuk folytatni. Szegény gitár. Egyes kapó? Egyes. Egy számomra különleges dallal fogjuk folytatni. Ez az egyik kedvenc népdalom, egy széki népdal. Nem tudom, ismeritek-e Széket? Ez a mezőség része egyébként Erdélyben. Köszönöm szépen. Fú, régen voltak ilyen konferálások, az durva volt. Na mindegy. A lényeg, hogy ez egy gyönyörű, szép széki népdal, és nagyon régen szerettem volna már kiadni ezt a dalt, és nagyon örülök, hogy lett egy zenekari verziója, úgyhogy ez most rajta van ezen a nagy lemezen. Viszont előtte már Noémivel duóban játszottuk elég sokszor tavaly, és ezért nagyon örülök, hogy csatlakozott hozzánk a Pesti lemezbemutatón is, és ezen a lemezbemutatón is, hiszen ez egy lemezbemutató. Úgyhogy ez az Azt hallottam. Azt hallottam jugalambom, és ezt nektek is elmondom, hogy egyébként átkozni nem szép dolog, mert hétszer visszaszáll. De én most megteszem. Dalban szabad. Ez egy nagy kérdés, ezt majd megtudjuk. Majd szólok, hogy sikerült ez ennyi koncert után. Szent egy gyöngyel, és egy spontánom, most szent egy gyöngyel.
Nagyon szépen köszönjük. Takács Noém. Tóth Eszter. Köszönjük. Most egy másféle rózsáról szóló dallal folytatjuk. Az új lemez egyik teljesen új dal, amit még nagyon kevésszer játszottunk, igazából először a lemezbemutatón február 18-án. Február 14-én jelent meg a lemezünk. Aki szeretne, van nálunk CD. Tudom, hogy nincs CD lejátszótok, nekem sincs, de gyönyörű, gyönyörű, tényleg. Szóval nagyon ajánlom, hogyha valaki szeretne CD-t vásárolni, nagyon szívesen adjuk, és ennek még mégis van valamilyen eszmei értéke is talán. Szóval ez a következő dal, a Vadrózsa című dal, ami eredetileg az én szóló lemezemre íródott, szövegileg, dallamilag, mindenféle módon, viszont végül erre a lemezre került fel, mert nagyon szerettem volna én is, hogy ezt így együtt csináljuk meg. És viszont a szóló lemezem egyébként egy ilyen női életszakaszokról szóló lemez lett volna, úgyhogy ez a dal, ez a lányságból a nővé érés dala. Címe pedig Vadrózsa. A technika ördöke sose alszik. Vadrózsa, rózsa, ne menj az útra, vadrózsa, rózsa, megkötlek, ne menj el, lányom, szívem, virágom, vadrózsa, rózsa, megkötlek, vadrózsa, rózsa, két liba tolla, szívem, virága, őrizlek, vadrózsa, rózsa, ne fuss az ágra, kakukk füzsája, megkötlek. Vadrózsa, rózsa, megkötlek, kakukk füzsája, világ lesz.
Nagyon szépen köszönjük, Takács Noémi. Basszus gitár. És a zenekar. Köszönjük szépen, bocs. Basszus gitár, Öllős Dávid. Doboknál Restás Gergő. Egy helyi srác. Azt még ez az unikum, ne haragudjatok, azt még el kell, hogy mondjam egyébként, hogy Gergő egyébként ráadásul ma egy másik Gergőt helyettesít, az eredeti dobosunkat, akinek ma született meg a kislánya, Flóra. Ez nektek semmit sem jelent, de nagyon úgy köszönöm, hogy tapsoltok, ez nagyon udvarias is. Simon Gyuri, elegről. Én pedig Tóth Eszter vagyok, nagyon szépen köszönjük. Kíváncsiságból kérhetnék egy kis basszust ide. Köszönöm. Most egy nagyon drámai dal következik, a legelső lemezünk címadó dal, a Fellegek. Madár voltam, tét voltam, röptem szépen.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, az utolsó dalunk következik ma. Sziasztok! Egy élmény volt. Jössz, Noémi! Egy élmény volt, nagyon szépen köszönjük. Én nagyon reméltem, hogy ez egy emlékezetes este lesz, és számomra biztos, hogy az lesz. Úgyhogy minden őszinte és érzéssel teli koncert egy kincs, és számomra ez ilyen volt. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket, mert ez miattatok lehetett ilyen. Köszönjük, és egy olyan dallal zárunk, amit Gyuri írt a legjobb barátjának, Beautiful Day. A refrén az lesz, hogy zsúá, zsúá, énekeljetek velünk.
Köszönjük szépen, mi vagyunk a Lanu. Nagyon szépen köszönjük. Bújtunk mi. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Hát csak egy népdal maradt a végére. És ráadásul olyan, amilyen együtt éneklős. Az akkor is? Akkor is vissza? Köszi. Szóval most már egyetek meg, amit főztetek. De Szilvás buktát, mert azt szeretem. Azt én is ennék. Köszönjük szépen. Vajon mi volt ez? Lehet, hogy a banjo mikrofon. Na, szóval egy olyan dal lesz, amit biztos, hogy ismertek, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogyha nagyon hangosan énekeltek. Én egyébként népdalköröket szoktam tartani, úgyhogy profi vagyok abban, hogy halljam, hogy énekeltek vagy nem. Na, de tényleg köszönjük szépen még egyszer. Nagyon jól esik ez a fogadtatás, úgyhogy ez a Viszlát dalunk. Sziasztok! Thank you.
Köszönjük szépen. Köszi a szép hangotokat. Szép estét.